Lóránffy Zsuzsanna 1600 körül 1660 rövid életrajza. Lóránffy Zsuzsannáról meglepően keveset tudunk. Mint a sorsa, csak arra rendelt volna, hogy férje árnyékában éljen, az ő tetteihez segítkezzen. Nem ismerjük arcvonásait, hiányosak életrajzi adatai, a korabeli krónikák nem őrizik meg róla színes történeteket. Igaz, van egy arcképünk, szigorú tekintetű, egyszeri öltöztetű középkorú asszony képe. 1600-1600 körül született Ónod várában. Apja Lóránffy Mihály, a király Magyarország, azon belül Zemplén vármegye egyik nagy tekintélyű főura volt. Zsuzsanna a családi birtok legértékesebb várában Sárospatakon nőtt fel. Alig néhány év alatt elveszítette anyját, apját, majd most a anyját is. Mindössze 14-15 éves, amikor már magának kell gondoskodnia két kisebb lánytestvéréről, és fiútestvér hiányában a birtokügyeit is neki kell a kezébe vennie. Zsuzsanna 1616. április 18-án, alig néhány hónappal, mostanája halála után férjhez megy. Választotja a 22 éves Rákóczi György, akkor még csak a Borsod megye főispánja. Férje mellett Zsuzsanna sokáig alig jut önálló szerephez. Az ifjú pár Patakon telepszik le. Emeletet építetnek a keleti szájra. Zsuzsanna asszony pompás kertet varázsol a vár mellé. Feljegyezték, hogy egyes gyümölcsfákat maga oltott be. Természetesen övé a konyha gondja, a fonás, a szövés irányítása. Félre kedveskedve gazdasszonynak nevezi. Két fiúk György és Zsigmond jól tanulnak, szülei körömére jól sikerülnek iskolai vizsgáik is. Rákóczi fejedelemségével 1630-ban családja is Gyulafehérvárra költözik. Zsuzsanna asszony kormányozza, ha félre távol van, a roppant uradalmakat intézkedik vetésről, aratásról, szüretről, háború idején lőpor készített, ágyukat öntett, halakat szerel fel, s küldi a fejedelem után. A kapcsolatot sűrű levelezéssel tartják. Levelékben elsősorban az ország és a birtok ügyeiről írnak. De ugyanezekből a levelekből azt is megtudjuk, hogy egymás iránti szeretetük, megbesülésük nem csökkent. Yeah. A jó gazdasszonykodás családja féltése azonban korántsem tette volna olyan híres és Zsuzsanna asszony, mint amilyen lett. Művetségében, művészet és tudománypártolásban is méltó párja volt férjének. Őrizte, gyarapította a fejedelem könyvtárát, maga is támogatta a könyvnyomtatást. Aktív részvevője volt a kor hitvitáinak, a református vallás védelmére szerkesztett egy kis könyvecskét bibliai szövegekből, címe Mózes és a Proféták. Különösen sokat köszönhetett neki Sárospatak. A mindig úton lévő fejedelem helyett ő gondoskodott a déli úgynevezett Lóránffy szárny emeletének felépítéséről. E szárnyon van a híres Lóránffy erkély, amelyet a rajta található évszám szerint 1643-ban készített. De ő építette a vörös tornyot és a Berényi szárnyak összekötő folyosót és lépcsőt is. Férje halála 1648 után végleg Patakra költözött. Ekkor karolta fel a főiskolát. Építkezései segélyei mellett meghívta a korneves pedagógusát, a cseh Koméniuszt, aki azután a modern igényeknek megfelelően formálta át az oktatást 1650-54 között. Koméniusz kérésére állítatott fel Zsuzsanna asszony Patakon könyvnyomdát is. Fogarason román tannyelvű felsőbb iskolát is alapított 1657-ben, amely akkor a legszínvonalasabb román tannyelvű iskola volt. Személyes sorsában nagy csapás jelentett, hogy nem csak férjét, hanem négy fia közül hármat is neki kellett eltemetnie. Sámuel és Ferenc kisgyermekkorban halt meg. Zsigmond pedig, akit lehetséges magyar királyként is emlegettek, 1652-ben. György fiát, aki férjét követte a fejedelem székben, 1657-ben óva intette a lengyelországi hadjárattól, de fia nem hallgatott rá. Erdély súlyos válságba került. Területét újra török seregek dúlták. Második Rákóczi György politikája összeomlott. Lóránffy Zsuzsanna 1660. április 18-án hunyt el Sárospatakon. Így nem érte meg, hogy György fia alig két hónap múlva csatába szerzett sebeibe meghal. Leszármazottai közül a legismertebbek.
unokája első Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem, a Veselényi féle rendi mozgalom egyik vezetője és dédunokája. Második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem, a magyar rendek vezélő fejedelme, a róla elnevezett szabadságharc vezetője. Lórádfi Zsuzsanna a sárospataki vártemplom altemplomában nyugszik. A fejedelem négy nagyságát versek, regények, szobrok hirdetik. Férje első Rákóczi György, erdélyi fejedelem, 32 évi házasság után az alábbiakat vetette papírra végrendeletében. Bizonyságot teszek Isten és az ő szent angyalai előtt, hogy náladnál szebbet, okosabbat és akármi dicséretre méltóbb szemét nem láttam.